Szép jó volt kell, mindenkinek Zoom vagyok, és most egy Conceit Shaman listával készültem nektek. Ennek a listának az az érdekessége, hogy a win condition-ja mondjuk elsőre nem látszik. Mert persze itt vannak benne szépségek, van benne White Eyes, van benne Earth Elemental, ami érdekes lehet, ugye a dupla Faceless Manipulator, és a Bog Creeper. Sőt, a Bog Creeper ugye elsőre nem is látszik, mert én ilyen aljas módon nem tudom rejteni. Na de ez a listával úgy lehet nyerni, hogy Taurisszen ugye kell a kombóhoz, ha megtalálom, és akkor ki lehet rakni úgy, vagy egyébként nem feltétlenül kell hozzá, mert mondjuk Farsight-tal is meg lehet ezt oldani, hogyha sikerül felhúzni valamelyik nagy tauntot Farsight-tal, rátenni az Ancestral Spiritet, és ezt lemásolni. És ez ugye két nagy lényt ad ilyenkor a Wardra, és gyakorlatilag az ellenfél Conceal talán ebből is származik a neve, de sok lesz a duma, nézzük meg létrán. Nem feltétlenül gondolom egyébként, hogy ez a lista mondjuk, oké, ez egy kontrollosan már lista, tehát elméletileg jó tudunk lenni agro ellen, aztán majd meglátjuk. Ugye Pirate Warrior-ra számítunk. Pirate-ek ellen ez jó, ez is jó, és ez pedig jó. Ha ki tudom nyögni, a Floating Berserkerre, úgyhogy ez egy egész jó kéz. Oh. Nem overloadolunk egyen, mert a következő körben nem tudunk mi ezt romportálozni, úgyhogy ezt én így skippelném. Ó, hát és mégis érkezett a drága barátunk. Na hát, neki van fegyvere. Ó, na, tauntot kérek. Nem kaptam tauntot. Viszont nem rohanta le az arcom, és innét nekem lesznek megoldásaim. Oké. Felejtsen ütni vele, nem felejtem ütni vele. Kettő overloadban nem szeretném magam csapni. Most ezzel tudok ugye gyakorlatilag egy-egy gyógyulni, ha ezt kirakom, akkor ezzel maximum high rollolni tudok. Ez nekem nem van. Never lucky. Never fucking lucky. És a water package. Jó. Rendben. Ugye tudok, ha arról olok, akkor ugye... Csináljuk meg ezt szerintem így hirtelen. High roll. Az Earth Elementar az pont jó lett volna. Tudok-e húzni olyat? De semmi olyat nem tudok húzni, ami jó lehet nekem, úgyhogy... Egy Talnost. Az következő körben is jó lesz akár. Vagy kirakom a, tényleg az Earth Elementart, és meglátjuk, hogy összesírja-e magát a barátunk. Mert ez ugye 7, ez 8... Aha, na. Az majdnem megvan neki. És ugye ezzel az a nagyon rossz, hogy valószínűleg kezében van a megoldás, úgyhogy... kirakom az Earth Elementált, akkor nem történik semmi. Valószínűleg. Kirakom ezt. Mégiscsak a taunt lesz a megoldás egyébként. Hát igazából egyik sem. De akkor meg már inkább a Burst. Örültem volna egy ínyúnak, mondjuk.
Na, megjött a hex targetünk. Na és az az egyet nyilván be fog jönni a harcba. És lesz egy. Jó. Na hát penge élen táncolunk. De ezt meg kell csinálni. És nem jön Yinyu, úgyhogy gyógyulásos semmi. Ő meg a top deckeli Leroyt akkor nyertünk. Egy off. Egyelőre. Hát és meghalás van. Bármit is csinálok, úgy látom, hogy ha ez taunt, még le tudom másolni. Nem taunt. Ebből még kaphatok tauntot. Ez nem egy taunt. És abban még kaphatok tauntot. És az sem egy taunt. És ezzel húzhatok lapokat, amivel teljesen mindegy. Az taunt. Meg healing wave. Na hát akkor itt a Conceit Shaman összejött, csak nem nekem, hanem az ellenfélnek. Mondjuk 8. körig kihúztam Pirate Warrior ellen. És egy húzásnyira voltam attól, hogy vissza tudja gyógyulni. Ez rossz. Érdekes kérdés, hogy ha nem a két Maelstromot nyomom el. Remek hex target. Hát, szerintem én ezt így megtartom. Szóval, hogyha nem a két Maelstromot nyomom el, hanem az Ancestral Knowledge-al kezdek, akkor a Healing Wave-be belehúzhattam volna. Igen, csak hogyha belehúzok a Healing Wave-be, és nem sikerül top deckelnem, illetve high rollolnom, akkor én nem 14-e gyógyulok, csak 8, az 9-be van, az asztalon több sebzése volt, mint 9. Ezzel kellett mindenképp azt statisztítani. Akkor így Hero Power nem egy jó játék most, úgyhogy meg szinte semmikor. Na kíváncsi leszek, hogy mivel játszik az ellenfelünk. Meg a matchmakingnek vajon sikerült-e összehozni minket egy mirrorba. Nem kezd idegbeteg tempóban az ellenfelünk sem, és ez nekünk mondjuk jó. Azt hiszem, következő körben távol nézünk, hogyha ilyen unalmas történetek vannak. Nice. Érni fog nekem valószínű egy kört. Ugye ezt azért kellett megcsinálni a következő körtől, ez a dolog, ez Bloodlust érzékeny lett volna. Oké, nem sok damage, de mondjuk egy jó 16 lett volna belőle. Jó, hát te sem fogsz high-rollolni most. Jó. A Coin Taurissan nem lenne rossz, hogyha nem lennék overloadolva. De overloadolva vagyok, tehát igazából teljesen mindegy, húzzunk. Tudom, hogy le fogja szedni egyébként ezt, valószínűleg, de most a biztonság többet ér, legyen a kezemben némi lap. Lehetett volna divolvolni ezt a boardot, csak... és kapott volna egy viszpet, meg egy valami egy-egyet. Ez teljesen mindegy. És hát elstormolja rendesen, és leszedje a teljes boardomat. Csodás.
Jó, valószínűleg nekem is ezt fog kellene csinálni. Oké. Ó, azok a bizonyos high rollok, kérem szépen. Jó, és akkor még keressünk valami aljasságot. Mondjuk még egy gyors elementált. Azt szerintem jó. És mennyi nap van a kezem? Jó, egyet még tudok majd húzni. Úgyhogy nem fog overloadolódni. Ez csodálatos. Így nyújt nem játszom ki, azt hiszem. Jó, viszont egy hex jól jönne erre a csúnyaságra. Ez nem egy hex. White Ice coinolja meg ki. Igen, azért mert ő nem overloados. És ezt neki meg kell oldani. És most az a helyzet van, hogy inkább a White Eyes-zal csináljon bármit, mint az Earth Elemental Ancestral Spirit kombóval. Igen. És azt szerintem most meg is játszom. Hát, ha nincs nála még egy hex. Mondjuk, hogyha ő is midrange-et játszik, akkor van nála devolve, de úgy látom nincs. Viszont nekem meg erre nem lesz megoldásom. A devolve-on kívül nyilván. És akkor szedjük le őt. Vagy őt, vagy őt. Hát inkább a kisebb. A devolve az nekem most mondjuk elég jó lenne, de szerintem ez fontosabb volt. Így ugye 4x8-at kéne ütnie. Az elég sok. Oké. Csapcsapba de szépen. Oké. Remek. A kérdés, hogy tud-e jobb boardot kapni ennél? Hát szerintem az a baj, hogy tud. Igen, tudott. Mit csináljunk? Hát Dreadseed-et kapott, hogy így leszedhetetlen lesz a dolog. Csináljuk meg azt, hogy pörgetek egy totemet, és kérlek itt a Urisszant. Következő körre pedig megcsináljuk a Bog Creeper Ancestral Spirit dolgot. Az ugye elég ügyes volt, viszont. Szerintem ezt meg kell játszani. Bár nem tudom, mibe tudunk belehúzni. Ez még nem lett volna rossz. És... semmit nem tudok ezzel leszedni. Tehát a best nagyon durva. Mondjuk őt le, de szerintem van értelme is. És megint 16-ot kellene ütnie, 14-et tud. Ha a másodikat ugye nem tudja leszedni, akkor ezt fel tudom healálni, és le tudom másolni. Fighter.
csapja le. Jó. Akkor megcsináljuk azt, hogy azt belecsapjuk, felhíleljük, és lemásoljuk. Jön el. De szerintem nincsen manám. Hogy csináljuk meg ezt? Én gyakorlatilag lapokban 5-tel előrébb vagyok nála. Az a másolás, ez mondjuk jó lesz. Azt hiszem. Csak ennek a végtelen Jade-ek. Jó. Oké. Ne, lemásoljuk egy HP veszteséggel, az nem gond. Azt hiszem legalábbis. Jó, így meg ingyen van a Thing from Below. Hát... leszedjük a spell damage-ot, mert őt mindig leszedjük. Ez így egész sok dam. Már csak egy Bloodlust kéne, ami nincs a deckemben. Jó. Igen, az ingyensebb, az ingyensebb. Jó. Na hát a Conceit Shaman nem működik a Jade-ek ellen, úgy látom. Mondjuk ez így jó. Csak már nem tudom mivel lemásolni. Tehát ez így működik. Az leszedi. Az nem olyan vicces. Pörgetünk egyet és húzni kéne még valami megoldást. Mert nem fogyott ki a Jade-ekből, viszont azt a tauntot azt bizony csúnyán le tudja szedni. Így meg főleg. Így mindkét taunt valószínűleg megy a levegyesbe. A harmadik az még mit volt se lenne. Na igen. És ott a 9-9-es. Na hát, szerintem így diszkréten meghaltunk ezzel is. Hát és ez most a Never Lucky. Ezt még meg tudom csinálni. Ezt el tudom tolni, de semmi értelme. És megint tudok konszidálni. Mert eddig self-conceit shaman a történet. És az ellenfelünk remek módon felvett, na kíváncsi leszek rá. Margo versus Uther. I will fight with honor. No. Meglepően normális az ellenfelünk. De hát a Jade-ekkel nem bírtunk. Oké. Okay. Reporting for duty.
Érdemes-e a Finders Keepers-t tartani? Vagy kijátszani? Szerintem nem, viszont a két Feral Spiritnek lehet értelme. Nem fogja lerohanni az arcunkat. Úgyhogy az, hogy a harmadik kört kihagyjuk, az belefér, vagy a harmadik körbe csak egy Finders Keepers-t játszunk. Jó Doomsayer. És ez így aljas, mert overloadolva nem tudok semmit csinálni ellene. Ezt ki tudjuk használni. Hogy szedjünk még egy őrszelementált. Lett volna egy Lightning Bolt a kezembe. Ha lett volna egy Lightning Bolt a kezembe. Jó. Beszéljen veled a fájás. Azt mondja kedves ellenfelünk. Ennek a lénye. Thank you. Na, és akkor most olyan jó lenne egy Devolve. Mondjuk nem annyira értem, hogy... ha tudok spell damage-et rollolni, akkor le tudjuk. Bár kell nekem rollolni? Kell a francnak? Na, Finja, jó. Adtunk neki egy lapot, viszont leszettük a start. Jó, most csak az overload miatt nem teszem ki egyébként az Earth Elementát, különben minden más kitetetné velem. Meg mondjuk az, hogy sok az overload rajta. Szép. És most kéne a Devolve. De egyébként még ez sem rossz. Ugye az az egyetlen rossz ebben, hogy ha belecsapom, akkor oké, lemegy róla a Divine Shield, viszont nem tudom maelstromozni. Hexen éppen tudnám, csak az mondjuk Tyrionra van szerintem. Nye, mindegy. Így van. Egy nap majd igazi leszel, de addig még csak egy ilyen kis köcsög vagy, egy kis karddal a kezedben. Jó. Jó. Hát ő brúzolgat itt, kérem. Így másodvonalbelileg. Az meg egy következő remek follow-up. Ragnaros. És Lightlord. Hát, lottozunk kellene, I guess. Spell damage. Never. Ezzel nem csinálok semmit, ennek több értelme van. Ez jó, ezzel pedig nem tudok... úgyhogy kirakjuk ezt. Na, és így a megfelelő taunt kapott HP-t. Következő kör pedig meg lehet a nagy kombó. És akkor gondolom Barnes, ez egy jó feláldozható target. Nem, Bluegill. Hát mert ugye Annie Finn, és neki jó az, ha meghal. Remek. Szemanyifik. Na, csináljuk még ezt. Ugye be tudja állítani az életét egyre. Vagy a támadását. Okay. Jó Doomsayer, azt mondod? Harcolunk-e ezért a bordért? Szerintem erősen. Úgyhogy mondjuk a Faceless Manipulator az egész jó lenne. Nekem egy hexet azért ez. Na de az a baj, hogy akkor az nem fér ki. Jó, csináljuk meg ezt, hogyha nem szedi le a bunyóst, akkor hexeljük a
A Doom Slayer-t. De a bunyóst mondjuk le kéne, hogy szedjél. 3. Köszi. És akkor szerintem még ez. Hát, ha kirak még egyet. Feels bad. Nem jó. Jó, White Eyes. Jöhetett volna a White Eyes sorrend. Ha White Eyes kihúztam volna, akkor az majdnem kifért volna. Ja, és ez így izgalmas lesz ezt lemásolni. 4 overload-dal a 10. körben egymásra, és az bele fog férni. És jó, hogy dupla hex, tehát jöhet Tyrion bármikor. Ha úgy gondolja. Jaj. Na, hát ezt át kell gondolni. Kérdés, hogy most ez a Storm, tehát ez most a White Eyes, Storm Guardiannal együtt, vagy a manipulátor, de szerintem eljátszom a White Eyes-ost. Vagy... ez mondjuk rossz. Ez így rossz. Sérülten? Hát inkább lemásom sérülten egyébként. Jó. És akkor még mindig van 2 nagy taunta a deckben. Mert ugye az Anyfinerre... Nem rossz, nem rossz. Reméljük ez a kombó még egyszer nincs a kezében. Még van 11 lapom, neki 5. Azért egy kicsit jól áll. Mondjuk nekem abban az 5 lapba... Ez egy jó teszt egyébként, hogy van-e nálam hex. Mert hogyha van, akkor nyilván erre el fogom nyomni, és el fogom nyomni, úgyhogy... De mondjuk a Devolve is jó. Ez így jobb, talán. És ez így ingyen trade. És ugye dupla taunt. Úgyhogy, és az Anyfinhez nem halt meg, hát 2 bluegill halt meg, ugye. Tehát még a warleaderek... Kiment a warleader? Hú, arra most nem emlékszem, 2 biztos, hogy nem. Igen. És ahogy lehexelem, ott fog konszidálni, valószínűsítem. És nem tette. Ó. Elvileg még egy Ancestral Spiritem van. Meg még egy Faceless manipulátorom. És ott a Warleader. És még egy... És csak egy Bluegill halt meg. Jó. Kéne az Ancestral Spirit nagyon. De szerintem egyébként ez se rossz. És... ha leszedem, azzal az a gond, hogy egyből visszahozza őket. A legnagyobb probléma az, hogy nem tudom hexelni, tehát hogy az manában nem fér bele. Manatájt, köszi. Ez ugye most 16 darab HP. És leszedi, és egyből jön az Anything Can Happen. Ebben biztos vagyok. Igen.
csak az meg többet fog ütni, tehát az összesen fog 12-t tudni ütni, azt hiszem. Igen. És Forbidden Healing. Még ha most sikerülne kihúzni a második Ancestral Spirit-et, vagy a Faceless-t. Ne csináld már. Jó. Az elég jó, és gyógyó 8-at. Jó. Na hát, az se lett volna ott rossz. De egyébként a legfontosabb az most az, hogy ezt felgyógyítsuk. Az ott két Anifin a dekében. Az Franco. Tehát nincs már lény a dekében. Az két spell. Jó. Ezt kellett volna ebbe a körben. De egyébként ez is jó nekem. Csináljuk meg azt, hogy én ezt betolom arcba. És ezt lehekszelem. Na, hát és letában tudunk kerülni. Igen, megöli azt is. És ez nem lesz halálos. Na, első győzelmünk a Konzi Csámánnal. Nagyjából ez az, amit elő kellett volna adni eddig. De szerintem itt most be is fejezem, mert sok lesz ez már, de mutatom a listát, hogy kedves ellenfelünknek is el tudjam küldeni. Úgyhogy ez lett volna a Conceit Shaman lista, ha tudjátok, építsétek meg és játszatok vele, mert egyébként vicces, és nagyjából játszható is, ahogy láttátok. És ez egy control deck egyéb iránt. Vagy hát nem is tudom, szerintem lehet annak nevezni, bár lehetséges, hogy mondjuk kellene bele még több board clear. Ami ugye a Shamannál már nem nagyon van, tehát ugye a Maelstrom és Lightning Storm megvan. Elemental Distraction-t még el tudok képzelni, amit ugye a Finders Keepers-ből ki lehet szedni, csak az alaplista nem játsza, de még gondolkodtam rajta, illetve a másik, hogy egy jó lávasok még tám beleférhetne, mert rengeteg az overloadunk, és hogy ezt levessük így magunkról. Tehát igen, na az Elemental, csak ugye ott az a gond, hogy a saját lényeinket is sebezzük, azt meg ugye nagyon nem akarjuk. De ez egy megfontolás kérdés, hogy ezt megéri-e játszani. Sőt, láttam olyan Conceit Shaman listákat, ami Ragnarosszal játszik, és Ragnát másolja, azért az sem semmi. Na jól van, ennyit szerettem volna már, örülök, hogy megnéztetek, a csatorna névében meg van a Battle.net azonosítom, hogy ahogy fel tudjatok venni Hearthstone-ba, hogyha gondoljátok, és hát a videó ajánlás az pedig következik, ahogy annak szokása, talán megír megnézni, és majd beválogatok ide valami hasonlóan aljas listát, mint ami eddig volt, bár szerintem ehhez hasonlóan nem annyira játszottam, tehát volt ennek az ajás változata még a Gadget Sunny megjelenés utáni héten szerintem, de az nem volt ilyen jó, azt hiszem, de ez most így tetszett. Úgyhogy örülök, hogy megnéztetek. Sziasztok!